Szevasztok! Egy újabb csomagbontós videó. Ezt a csomagot Mészáros Tamástól kaptam. Én nem bontottam ki, nem tudom, hogy mi van benne. Azt mondta a Tamás, hogy valami ajándék a 372-eshez. Látom, ez egy szállító doboz lesz, méghozzá 20 kornás szállító táska. Megnézzük, hogy mi van a táskában, mert úgy hallom, még valami van benne. Van benne egy. Hopp, ez egy hengérszet lesz. Méghozzá a méretéből ítélve ez egy nagyobb hengérszet lesz. Aha. Biztos, hogy a 365-372-es hengérszet lesz. Ez még jól jöhet később. Kaptam egy liter két ütemű olajat. Köszönöm, Tomi. Mindig jól jön. Kaptam egy matricát. Ilyet már láthattok a 372-esnek a láncdeknéjén. Valószínűleg a komacsuklónak a deknéjére fog ez kerülni. Vannak még itt kisebb méretűek is. Ez egy emberes méretű röngtámasz. Ahogy nézem, a Tomi már elkezdte faragni, úgyhogy csak majd ki kell igazítanom. Természetesen itt van hozzá a belső fele is, a külső is. Ezek kis mérőedények. És itt van egy nagyon nagy meglepetés. Itt nagyon szépen köszönök, Tamás. Ez bizony a 372-re egy HD-set. Ezt fel is fogom mindjárt szerelni, és még ebben a videóban bemutatom, hogy fog kinézni vele a 372. Valamint egy gyári szívótorok. Ezek kis alkatrészek, talán 3-as szériás. Más nincs, még egy tárca van, ami a táskához jár, ha jól tudom, és ez gátolja meg, hogy a kicsöppenő olaj kárt tegyen benne. Most mindjárt felrakom a HD-szetet a 372-re, és folytatom a videót. Felkerült a HD-szet. Egyébként nagyon örülök neki, én is akartam rá mindenképp venni, mert nem csak design és kinézet szempontjából jó ez a HD-szűrő, hanem nagyon jó szolgálatot tesz, hogyha szárazabb fát vágunk, és nagyon apró kis por van, azt nem engedi bejutni a gépbe. Úgyhogy így néz ki a gép. Megkapta szépen a kis pupot. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, Tamás, a csomagot. Nagyon örülök a táskának is, meg a HD-szűrőnek, meg a többi apróságnak is. Majd valamelyik videóban már úgyis látni fogjátok ezzel a HD-szűrővel a gépet. Szevasztok!